Nem hozott meglepetést a megyei első osztály 20. fordulója, a meccsek többségén győztek az esélyesebb csapatok. Az Ibrány 2-1-re verte a Tuzsért, a Nyírgyulaj, a Kemecsét lépte le 6-1-re, a Baktolórándháza Mátész Halkánál bizonyult jobbnak 4-1-re. A Szakói Sényőről távozott 2-1-es sikerrel, míg a Tiszakanyá Nagyhalász és a Tiszavasvári Fehérgyarmat találkozó egyaránt gól döntetlennel végződött. A Nagyeset Gyulaháza mérkőzés a hazaiak 4-0-ás győzelmével zárult addig volt kérdés, igazság szerint az eredmény még mik mikor az első volt. Ugye ez a 68. percben történt, tehát annyira azért nem volt egyértelmű, de utána, hogy átestünk a volt ponton, nagyon maga biztos győzelmet arattunk. Mivel a bajnokságtól visszalépő Tiszalok eredményeit törölték, nem minden csapat neve mellett szerepel ugyanannyi mérkőzés. A tabellát az Ibrány vezeti 44 ponttal, megelőzve az egyaránt 35 pontos szakújt és nagy ecsedet. A 32 pontos nyílgyulajt, a 30 pontos sényűt és a 27 pontos tuzsért egyaránt 3-26 pontos csapat, a Mátiszak, a Mándok, valamint a Fehérgyarmat követi. A Tiszakanyárnak 25, a Vaktaló 23, a Tiszavasvárinak pedig 22 pontja van. Az utolsó három helyet a 15 pontos Gyulaháza, a 13 pontos Kemecse és a 10 pontos Nagyhalász foglalja el. A 21. forduló párosítása a következő, Máté Szalka Ibrány, Tuzsér Sényű, Kemecse Nagyecsed, Tiszakanyár Nyírgyulaj, Nagyhalász Szakoly, Gyulaháza Tiszavasvári és Fehérgyarmat Mándok.